Üdvözlöm Önöket, Monastori Gábor vagyok, az Internom műszaki vezetőjeként dolgozom. Egy pár szót szeretnék mondani az Internomról, mivel fontos lesz a továbbiakban. Cégünk 1931 óta ablakgyártással foglalkozik, tehát immáron 93 éve ezen a területen dolgozunk. 100%-ban családi tulajdonban lévő ausztriai vállalkozás vagyunk. Ez idő alatt több mint 25 millió darab ablakot gyártottunk és építettünk be. Egyre nagyobb az exportpiac aránya. A gyártás teljes egészében Ausztriában történik, de 1300 értékesítő partneren keresztül 21 országban vagyunk jelen. Miért is fontos ez? Elsősorban azért szerettem volna erről beszélni, mert az Internom az egyik leginnovatívabb nyílászáró gyártó Európában. Se nem vásárolunk profilokat, se nem adunk el profilokat, hanem saját magunk fejlesztünk profilokat, és ezekből ablakokat gyártunk, és csak az ablakokat forgalmazzuk. Erre nagyon kevés példa van, például a magyarországi ablakgyártó nem nagyon van még ilyen, aki mondjuk a méretéből adódóan képes arra, hogy a piaci trendeket befolyásolja, hogy teljesen új termékekkel jelenjen meg a piacon. Az első kérdés, amit felszoktunk tenni akár az ügyfeleinknek, de akár egyébként tervezőkkel való kommunikáció során is, hogy fa vagy ne adj Isten műanyag ablakot szeretnének, ezekről beszéljünk inkább. Az alumíniumról azért nem beszélnék most, mert az Internom nem gyárt alumínium nyilászárókat, bejárati ajtót igen, de ablakokat nem. És azt is szeretném még itt az elején elmondani, hogy igazából én nem feltétlen műszaki paraméterekről szeretnék most beszélni, azokat a FAPEDIT platformon meg lehet szépen a teljesítménynyilatkozatokat, teljesítményjellemzőket találni, hanem én igazából a termékfejlesztésekről, irányokról szeretnék beszélgetni. Tehát mondtam, hogy műanyag vagy fa. Itt azt fontos kiemelni, hogy az elmúlt 20-25 évben a műanyag nyilászárók területén óriási fejlődés történt. Tehát ha mondjuk valaki 25 évvel ezelőtt azt mondta, hogy egy alacsony energiájú házat, vagy egy ne adj Isten passzív házat szeretne építeni, akkor annak fa alumínium ablakra volt szüksége, mert azok voltak azok a termékek, amik egyébként azokkal a műszaki paraméterekkel bírtak, amiket ezek az ingatlanok, vagy ezek az épületek megköveteltek. Akkor egy műanyag ablak szóba sem jöhetett még. Pedig már voltak műanyag ablakok három rétegű üvegezéssel a Internomnál. Viszont az elmúlt 20 évben akkora fejlődés történt, hogy alapkivitelben a mi esetünkben a műanyag ablakok is már mind passzív ház minősítéssel bírnak, tehát 0,8 alatti U-értékkel, három rétegű üvegezéssel, háromszoros körbefutó gumitömítéssel. Tehát például a képen látható két ablak között én azt szoktam mondani, hogy kettő komoly különbség van. Az egyik értelemszerűen a belső megjelenése, tehát az egyik egy műanyag alumínium ablak, tehát belülről teljesen másként fog kinézni, mint egy fa alumínium ablak. Kívülről mind a kettő alumínium, tehát nincs különbség. A másik pedig az ára. Tehát azért azt tudni kell, hogy egy fa alumínium ablak azért 30-40, akár 50%-kal is többe kerülhet, mint egy műanyag alumínium ablak, tehát ez egy lényeges különbség. Meg szokták tőlünk azt kérdezni, hogy melyik a jobb. Erre igazából nagyon nehéz szerintem választ adni. Én faipari mérnökként elfogult vagyok a faablakokkal kapcsolatban, ennek ellenére otthon mondjuk nekem műanyag alumínium ablakaim vannak. Mindegyiknek van előnye és hátránya. Tehát például az én esetemben fontos volt az, hogy nem tudom, kicsik voltak a gyerekeim, és egy fa alumínium ablakot sokkal könnyebben meg tud sérteni mondjuk akár egy gyerek, vagy hogyha mondjuk nem tudom, neki tolunk egy biciklit, vagy bármi ilyesmit, egy gyerekjátékot, akkor meg tudjuk sérteni, amíg a műanyag ablaknál ez nem fordulhat elő. Tehát mindegyiknek van előnye és hátránya. Úgymond, de azt kijelenteni, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, azt igazából nem tudnám. Viszont van egy olyan Internom termékelőny, amit egyébként más gyártónál nem tudom, hogy meg lenne, hogy ezek a termékek egyébként teljesen jól kombinálhatóak egymással. A képen is látható két terméknél, higgyék el nekem, hogy a tokmagasságok, a szárnymagasságok teljesen azonosak. Tehát, hogyha például a két nyilászáró közül két ilyen nyilászárót egymás mellé építünk akár be egy épületen belül,
akkor az senki nem fogja kívülről megmondani, hogy az egyik mondjuk műanyag, vagy a másik pedig fa. Ennek hát két előnye van, az egyiket már említettem, hogy árban azért lényeges különbség van egy műanyag és egy faablak között, tehát hogyha mindenhova faablakot rakunk, akkor természetesen az többe kerül, mint hogyha műanyagból csinálnánk, de mi van akkor, hogyha például egy épületen belül mondjuk a lakótérben, tehát egy nappali, konyha, étkező, ne adj Isten, szülői hálóban mondjuk fa alumínium ablakot alkalmazunk, de a vizes helységekben gyakran előfordul, hogy gyerekszobákba például műanyag alumínium ablakot raknak, vagy garázsba, ma már azért elég sok házban előfordul, hogy akár fitness, wellness helységek vannak, ahol sokkal praktikusabb egyébként egy műanyag alumínium ablakot beépíteni, és ezáltal egy csomó pénzt tudunk megspórolni, anélkül, hogy egyébként műszaki kompromisszumokat kellene, hogy kössünk. Az ablakpiac, a trendek, az építési trendek abba az irányba mennek, az ügyfeleinktől, a tervezőktől az az elvárás érkezik felénk, hogy minél keskenyebbek legyenek a nyílászáró profilok. Tehát igazából tényleg nagyon szélsőséges esetben azt szeretnék, találkozunk olyanok, hogy csak üveget szeretnének látni az épületen, tehát egyáltalán ne legyenek tokok meg szárnyak. Ezt jelen pillanatban még nem tudjuk megvalósítani, hogy egyáltalán ne legyenek, de a fejlesztéseink azok teljesen abba az irányba mennek, hogy csökkentsük a tok és a szárny látható szélességét. Erre van például ez a KF510-es fantázia névre hallgató profilunk, ahol ténylegesen, tehát 95 mm a látható szélessége a toknak meg a szárnak, tehát ez műanyag, fa, ablakok esetén úgy látjuk, hogy nagyon kevesen vannak, akik ennél keskenyebbet tudnának csinálni. Egyébként ez olyan szempontból is fontos, hogy nem csak a dizájnról kell, hogy itt beszéljünk, hogy most a trend az, hogy ezek a nagyon szögletes, minimalista profilok kerülnek be az épületekbe, hanem ezáltal, hogy egyébként keskenyebb tokszárny kombinációnk van, növeljük az üvegeknek az arányát, az üvegfelületeknek az arányát, mindemellett a benapozottságot növeljük, világosabb lesz azonos méretű ablakoknál a lakásokba, házakba, tehát vannak praktikus előnyei is, hogyha ilyen profilokat alkalmazunk. Egy másik újdonság az a vasalatokra vonatkozik. Tehát az Interma Winkhouse-zal közösen fejlesztett egy vasalat típust, ami egyébként teljesen bele van integrálva az ablak szárnyakba. Kívülről természetesen semmi látható vasalat nincs, és nagyon sok előnye van, többek között az, hogy egy sokkal biztonságosabb, mint az átlag vasalatok, tehát alapkivitelben már az RC2-es biztonsági fokozatot elérjük ezzel a vasalat típussal. Látszik, hogy a szárnyból egy ilyen kis csappantyú jön ki, és ezáltal húzza rá az ablakszárnyat az ablaktokra. A mozgó alkatrészek a szárnynak a belsejében vannak, tehát egy nagyon komoly újdonság ez is az ablak piacon, ez jelen pillanatban csak a mi termékeinknél elérhető. Az előbbi minimál dizájnnal mennék egy kicsit tovább, mert hogy tényleg a fejlesztések látszik, hogy ebbe az irányba mennek. A KF520-as fantázia névre hallgató profilunk még az előző ablakunknál is keskenyebb, itt látszik, hogy 85 mm csak a látható tok szélesség. Ezt úgy tudjuk elérni egyébként, hogy itt pedig egyáltalán nincsen szárny profilunk. Tehát a tokra közvetlenül az üvegezés fog rázárni, ráadásul ez belül egy síkban futó profil, tehát tényleg ez a legkeskenyebb ablakunk jelen pillanatban, és egy teljesen minimalista szögletes. Saját tapasztalat, nekem is ilyen ablakaim, vagyis még ennek az elődje a KF520-as ablakom van otthon beépítve, ahol nekem az egyik nagyon fontos szempont, hogy miért is választottam ezt a profilt, az volt, hogy én egy lakást újítottam föl, és a lehető legvilágosabbra szerettem volna a lakásunkat, az ablakméreteken nem tudtam változtatni, és ezzel az ablakkal tudtam körülbelül szélességben is, és magasságban is 5-5 cm üvegfelületet nyerni, tehát világosabb lett ténylegesen a lakásom, mint előtte volt, úgy, hogy igazából nem tértem el mondjuk a szomszéd lakásoknak a megjelenésétől, tehát ebbe sem tudott senki belekötni. Ebben az ablak típusban is egyébként az a vasalat van, amit az előbb mutattam, amit mi iTech vasalatnak hívunk.
ragasztott üvegezéssel készül az ablak alapkivitelben, értelemszerűen három rétegű 0,5-ös üveggel, tehát ezek az ablakok is mind a mellett, hogy nagyon dizájnosak, nagyon illeszkednek ezekhez a trendekhez, a műszaki paramétereik is abszolút megfelelnek minden elvárásnak, sőt, hát passzív házakba is alkalmazhatóak. Az egyik legfrissebb újdonságunk, ami tudomásunk szerint egyébként egy világújdonság, más még nem használja az ablakgyártók közül, az a digitális nyomtatás a műanyag ablakoknak a belső felületére. Bizonyára tudják, hogy az ablakoknak, a műanyag ablakok belső felülete az vagy fehér szokott lenni a gyártóknál, vagy pedig valamilyen dekorfóliát, színezett dekorfóliát, vagy fautánzatú dekorfóliát szoktak ezekre az ablakokra rakni. Korábban egyébként ez nálunk is így volt. Én megmondom őszintén, és megint hivatkoznék az eredeti végzettségemre, a faipari mérnökire, nekem nagyon nem tetszettek ezek a fa dekorfóliás ablakok. Azért nem, mert látszott rajtuk nagyon, hogy ezek nem valódi fából vannak, hanem olyan, mintha, de mégsem. Tehát én ezért például saját magamnak inkább választottam fehér műanyag ablakot, mint hogy egy ilyen ablakot választottam volna. És ez idén márciustól jött egyébként be az Internom termékpalettájára, ahol egy tintasugaras nyomtatóval gyakorlatilag, nagyon hasonló technológiával, természetesen ipari, ennek az ipari fejlesztésével, mint amit egyébként otthon is nyomtatunk tintasugaras nyomtatókkal, fa utánzatú felületeket, vagy akár beton dizájn, tehát jelen pillanatban 11 különböző felülettel indulunk el. Ezek már tényleg olyan szinten hasonlítanak a fa felületekre, hogy szerintem egy szakembert is akár egy méter távolságból meg tud téveszteni. Egyébként ezzel a technológiával, vagy nagyon hasonló technológiával készülnek a laminált padlók is jelen pillanatban. Úgyhogy innentől kezdve, meg aztán tényleg ezek a műanyag ablakok már olyan szinten hasonlíthatnak a fa ablakokhoz, belső megjelenésüket tekintve is, hogy tényleg megtéveszti az ügyfeleket, de egy nagy előnye, hogy akár tényleg egy ilyen beton dizájnt is, tehát nagy divat most például ezek látszó beton felületek, tehát olyan ablakot tudunk csinálni, ami egyébként úgy néz ki, mintha betonból készülne, tehát hogy abszolút passzol az interiőrhöz. És ami még egy nagyon érdekes dolog benne, hogy akár egyedi felületek is létrehozhatóak belőle, tehát hogyha valakinek olyan elképzelése van, hogy ő nem tudom, egy akármilyen színes ablakot, vagy bármi mintázatot szeretne az ablakjára, akkor ezzel a technológiával akár ez is megoldható. Eddig a műanyag alumínium ablakokról beszéltem főként, ugyanezeknek természetesen megvannak a fa alumínium változatai is, tehát a HF510 ablakunk az a KF510 ablakunknak a fa alumínium megfelelője, tehát itt is ez a 85 mm-es keskeny beépítési mélység, 99 mm-es látható szélesség jellemzi ezt az ablakot is, különböző fafajokban, különböző felületi kivitelekben rendelhető, és ahogy mondtam, tökéletesen kombinálható, hogy az alsó képen látható mellett a fa alumínium metszet mellett egy műanyag alumínium profil, hogy ezek mennyire illeszkednek. Természetesen ez az üvegszárnyas műanyag ablakunknak is megvan már a fa alumínium változata, ez egyébként a legeslegújabb termékfejlesztésünk, amikor egy belül teljesen síkban futó fa alumínium ablak szárny nélküli kivitelben, tehát csak ezzel az üvegszárnyal készül, tehát ilyen egyedülálló minimál dizájnban, tényleg egy nagyon keskeny tokkal, megegyezik, mondtam, hogy a KF520-szal, és értelemszerűen ez is rejtett vasalatokkal készül, és hát hogy azért egy-két műszaki értéket is mondjak annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy nem fogok, látszik, hogy az alapüvegezésünk egyébként egy 0,5-ös UG értékű üveg, azzal is 0,77-es UV értéket tudnak ezek a szerkezetek, tehát egy passzív házba is akár megfelelnek, de ha valakinek ez még egy kicsit magas lenne, akkor ezt egy 0,4-es üveggel akár 0,7-re lehet csökkenteni. Nem gondolnám, hogy egyébként ez annyira
fontos lenne, és akár egyre fontosabb egyébként, nagyon érdekes a hangszigetelés is. Egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy olyan igényel jönnek hozzánk ügyfelek, hogy nem csak a hőszigetelés, hanem a hangszigetelés is fontos, főleg egyébként felújításoknál, hogyha mondjuk zajosabb területeken találhatóak a lakások, ennél az ablaknál is akár 44 decibeles hangszigetelést is el tudunk érni, ami szintén kimagasló. Egy pár szót a Panorama HX300 ablakunkról is mondanék, mert ez az az ablak, ami leginkább egyébként tudja azt, hogy szinte keret nélküli megoldást biztosítsunk az ügyfeleknek, tehát amikor tényleg csak üveget látunk. Ezeket főleg fix szerkezeteknél alkalmazzuk, de szárny is rakható bele. Ezeknél a képen is látható módon gyakorlatilag teljesen körbe a keretet el tudjuk vakolni, el tudjuk tüntetni. Gondolni kell arra, hogy egyébként ne adj Isten egy üvegtörés esetén hogyan oldható meg az üvegnek a cseréje. Ez itt a képen egyébként a külső vízelvezető folyókánál oldható meg, tehát a külső oldalon az alsó csomópontnak bonthatónak kell lenni, és akkor ez sem okoz problémát. Egy kicsit a felújításokról is szeretnék beszélni, vagy a felújítóknak is ajánlani valamit. Most, hogy remélhetőleg elindul ez a felújítási támogatás is Magyarországon, ez még inkább egy fontos téma lesz, de mindig is fontosnak tartottuk, hogy a magyarországi ingatlan állományt megfelelő nyílászárókkal lássuk el. Létezik egy olyan ablakprofilunk, amit mi kapcsolatszárnyú ablaknak hívunk, ahol az üvegek közé van beépítve az árnyékolás technika. És a képen látható módon, tehát egy napelem működteti ezt a rendszert. Erről is van egy kis animációm egyébként, remélhetőleg el is indul azonnal. Tehát látszik, hogy az ablak külső oldalán van egy napelem, amit szépen süt a nap. Ez egy akkumulátort fog egyébként feltölteni, tehát ez a beépített kis akkumulátor, ami látszik, hogy most zölddel feltöltődött, ez az akkumulátor mozgatja, vagy adja az energiát annak a motornak, ami egyébként működteti az üvegek közé beépített árnyékolást. Tehát nagyon nagy előnye az, hogy nincs külön helyigényünk, mint mondjuk egy redőnynél, egy külső redőnynél. Gyakran látunk sajnos olyan, főleg panelházakat, ahol utólag raknak föl redőnyöket, ezek általában 10-15 centit betakarnak az üvegfelületekbe, tehát egyszerűen nem esztétikus és nem is praktikus, hogy ilyeneket szereljünk föl. Tehát ilyen felújításokhoz például ez egy nagyon jó megoldás lehet, amikor az árnyékolónk be van integrálva, plusz azért ezeknél az utólagos redőny vagy zsalúzia szereléseknél általában problémát okoz az is, hogy hogyan juttatnak oda mondjuk áramot, hogy ez egy elektromos működtetésű legyen. Ma már elvárás, hogy ne a gurtnit húzogassuk, hanem legyen egy motoros működtetésünk. Itt ebben a kivitelben erre sincs szükség, tehát az ember fogja, beépít egy ilyen ablakot, és rögtön van egy motoros működtetésű külső, nagyon fontos, hogy külső árnyékolóval, mert a hőszigetelő üveg előtt van ez az árnyékoló egyébként, egy ilyen külső árnyékoló ellátott ablakunk. Az ablakok mellett egy pár szót szeretnék tényleg csak a bejárati ajtókról mondani. Mondtam, hogy egyre fontosabb a design az ablakok esetében is. Ez fokozottan érvényes egyébként a bejárati ajtókra, mivel hát ha valaki vendégségbe megy önökhöz, akkor ez az a nyílászáró, amivel általában találkozik. Tehát mondjuk a hálószoba erkélyajtaját ritkábban nyitogatja, mint mondjuk a bejárati ajtót. Ezért az ügyfeleink részéről is egyre fontosabb az, hogy ezek tényleg ne csak jó ajtók legyenek, hanem szépek is legyenek, mert a ház egyik éke lehet egyébként egy megfelelő bejárati ajtó, ezért egyre nagyobb energiát fektetünk arra, hogy ezek ténylegesen egy szlovén designer, ez a Wesel Design nevű tervezőiroda tervezi az internomnak ezeket a bejárati ajtókat, és 59 különböző modell közül lehet választani igény szerint. Itt ez a képen látható ajtónk, ez a tavalyi évben a Red Dot Design díjat nyerte el egyébként.
És akkor az utolsó csártam következik, itt szeretném a tervező kollégákat megkérni, vagy felhívni a figyelmet, hogy az Internom honlapján van egy Internom Connect nevű lehetőség, egy nagyon egyszerű regisztráció után, tehát tényleg egy gyakorlatilag egy nevet és egy e-mail címet kell megadni, és akkor utána egy belső felületre tudnak eljutni a honlapunkon, ahol egyébként műszaki jellemzőket, termékjellemzőket, GDL termékkönyvtárakat, DVG rajzokat tudnak letölteni a termékeinkről, ezáltal is megkönnyítve a tervezést. Hát köszönöm szépen a figyelmüket!